Gyöngyike ki volt egyébként, aki A, itt a telefonált? szomszédomban cékla kell neki, van egy cékla. Cékla. Már még kár, mert nem van a céklarépa, nem Ja, szedtük igen. ki, mert... Aha. Látom, naspója már beérett. Az már be. Az Volt. óvodában, akik együtt voltunk éve, 40 év alatt, már csak én élek egyedül. Az a korosztály, a nyugdíjas klubosok is, ugye 24 év a klubban, ugye két évig titkár voltam, 20 évig meg, vagy 22-ig meg klubvezető. Igen. És januártól szeretnék elmenni. Meglepetésszerűen ért engem, mert ez őszintén megmondom. Hát nem kellett volna ennyit várni a meglepetéssel, nekem se. Hogy tetszik lenni? Hogyan éli meg ezeket a napokat, van élni? Őszintén megmondom, hogy van, mikor nagyon nehezen viselem. Megszoktam azt a ritmust, amivel én éltem, ugye, az apu életében is, hogy én mindig korai kelő voltam. Én most is ugyan fölkelek 6:30-7 órakor. Bemegyek a fürdőbe, elrendezem magam, kimegyek az újságért, a naplóért, behozom, megfőzöm a kávémat, és akkor minden reggel iszok egy fél kávét, mert sokat nem iszok, a vérnyomásra szedem a tablettát, meg általában nyugtatóval, fél nyugtatót veszek be, mert lassan úgy veszem észre, hogy el kell hagyni, de hát nem tudom. És Ezt gondolom utána... az események miatt, hogy muszáj Igen, igen, nyugtatókat. muszáj. És akkor az a borzasztó, mikor a reggeli volt, meg a... mikor reggeliztünk. Ugye a konyhában ő neki meg volt, Mindig itt ketten ketten reggeliztünk, ő reggel elment a boltba friss süt, kifliért, kenyérért, ha kellett, és amire ő megjött, én megcsináltam a reggelit, akkor leültünk, beszélgettünk, megettük a reggelit. Ez nekem most kiesik. És van, amikor 9-10 órakor jut eszembe, hogy én még nem is reggeliztem. És akkor már nem is tudok. Akkor csak el vagyok délig, és akkor mondta a doktor úr, hogy ezt hagyjam abba, mert a vérnyomásnak azt pontosan be kell Igen. venni a gyógyszereket. Hát több mint 60 évig voltak házasok, 60, ugye? 61 évig, 61 évig. 62. lett volna jó, Igen. júliusban meg elment. A gyertyát vagy a mécsest azért kértem, hogy gyújtsuk meg, hogy azért Imre bácsi is itt legyen velünk valahol, akivel azért, hát megértek sok mindent. Nagyon sok minden. De felhőtlen szórakozásban vagy időtöltésben nem nagyon volt részük. Megkérdeztem az előbb, és elmondta, hogy szabadságra nem is mentek az elmúlt 60 évben. Nem Tehát... voltunk nyaralni egyszer se. Őszintén én megkérdeztek egy-két barátunk, hogy hát hogyan lehet úgy élni, hogy még nyaralni sem mentetek el. Hát mondom, hát nem volt időnk. Nem volt időnk, mondom, mert ugye fiatalok voltunk, akkor kocsi, 64, 63-ban már volt kocsi a lapunak, vagy 64-es Igen. Skoda Oktáviája volt, és akkor ő neki már volt jogosítványa. És ha hétvégén úgy gondoltuk, hogy lemegyünk a Balatonra, Annyi. vagy azok el tudtunk menni. Hát Igen. most akkor itt voltak a két öreg, itt volt a gazdaság, hogy ugye, vagy mondtam, de... Mert Imre bácsi szüleiről is gondoskodtak, ugye? Az Imre, az férjemnek a szülei Igen, voltak itt, igen. igen. És akkor hát volt nagyon sok munka itt a ház körül. Utána Gazdaság? Voltak disznók, 3-30 méteres fólián volt, amiben paprikát neveltem, akkor a palántát én neveltem. Ugye hát ha valaki azt tudja, hogy egy 30 méteres fóliába mennyi munka van, pláne mikor már meleg van, és locsolni, ugye itt volt a folyó. Azt mondja, egy kis vállalkozásnak is beillene. Hát a volt őstermelőnk, és akkor az erőmű konyhádó bevették tőlem az zöldséget, sárgarépát, paprikát, retket. És az nagyon nagy Most munka. ennek is köszönhető, gondolom, hogy takarékosan éltek, de azért mindenre jutott pénz, amire elhatározták, hogy kell például az építkezésre. Hát igen, úgy volt, hogy hát a férjem ugye a laknavédő néni, ő se volt nagy keresetű, mert ott 1200 forint volt egy hónapban, akkor már két-három szombat is benn volt. Ez a 60-as évek, igen. 60-as években. Én meg az óvodában ugye kerestem körülbelül 480-500 forintot. Hát az el lehet képzelni, hogy akkoriban mi volt. És akkor
Hát mondtam, hogy hogy a szüleinknél laktunk, és akkor ugye 60-ban a férhez mentem, utána a férjem kijött mi hozzánk, Tósokra ott lakott. Igen. Mikor összeházastunk, akkor már Bányásztelepen laktunk. A szüleim ott már 60-ban laktunk. Már onnan. 60, 61, 62. És rengeteg ember él itt a környéken szerintem, akiket ismert óvodáskora óta. Hát eltetszik azt képzelni, hogy aki 58-ban nagycsoportos volt, például a kettő, egy, tehát egyet. Tehát ma már 64 éves, ugye? Igen, és akkor annak a igazság szerint a Tesco-ba találkoztam egy régi óvodásommal. Hát nagyon harmadik pénztárnál volt, és nagyon figyelt arra, hol én fizettünk, és akkor csak nem vette le a szemét rólam, azt akkor, hát én mondom, ki ez a fiatal ember már. Aztán akkor oda néztem, aztán akkor, mikor ment kifelé, tolta a kocsit, én még ott kívül álltam, azt mondja, Panni néni nem ismer meg. Hát. De mondom, nem te vagy a Bánhelyi Tibi. Opa. De azt mondja, én. Te mondom, a szemedről megismertelek. Hogy van, Panni néni? Mondom, köszönöm szépen öregesen. Aztán akkor, azt mondja, sokat olvasok magukról, azt mondja, a klubjáról, meg minden, azt mondja, figyelem már, kísérem. Aranyos volt. Meg volt, amikor mentem tombola tárgyakat szenni Ajkára, boltokba, ott is rám is szóltak, Panni néni, maga miért nem jön tombola tárgyat szedni? Azt mondja, bárra, azt mondja, mások eljönnek, azt mondja, maga nem. Hát mondom, én nem szoktam úgy. De mondom, nagyon, én nekem azt mondom, hogy a legkedvesebb éveim, a visszaemlékszek arra 17, 18, 19, amit az óvodában töltöttem. Ugye az még olyan évek voltak nekem, mint egy fiatal lánynak, ugye? Hát biztos is. És akkor, mikor férhez mentem, akkor teljesen megváltozott az embernek az élete, ugye? Akkor már gondoskodni kellett arról, na most... Szigorúbb időbeosztás, hát beosztás. A férjem nem ivott, nem dohányzott, kávét nem ivott, ő teljesen alkoholmentes életet, ért pedig Akszínes zenész volt. Tósokon zenélt a Fódi Tibiékkel, a Názer Rezsővel. Ő harmonikázott. Harmonikázott. Négyen voltak, és járták az egész megyét, kocsival vitték őket, mindig ugye szoktam mesélni. És akkor ő józan életű volt, és nagyon meggondolt mindent. Uh-huh. Írt magához szerelmes verset? Mert tudom, hogy verseket is írt. Volt, igen, volt. Volt ilyen is? Akkor ahányszor elmentünk valahova, mindig elmondta, hogy szeretlek, kedvesem, szeretlek. Szóval tudtam, hogy elmondta, akkor kérték az asszonyok, Imre, mondja el ezt a verset, de nagyon jól tudtam én akkoriban, hogy azt én nekem mondja. Igen. Mert az ember azt megérzi. Igazi álompáros voltak akkor. Soha nem volt olyan komolyabb konfliktusuk, hogy ugye házastársak között előfordul persze. Hát hogy ne lett volna? Hát nehogy nem. Úgy teljes az élet, ugye? Hát de viszont ővel nem lehetett veszekedni, mert fütyörészvel kiment. Komolyan, én soha nem... Ajánljuk a férjek figyelmében. De hát mondom, akkor utána szépen fogta magát, bejött, akkor én is lecsillapodtam, vagy valami, már volt olyan dolog sokszor, hogy sajnos nálunk is itt voltak ugye az öregek, hogy az apósom az elment, az anyós itt maradt, és akkor velünk, és akkor hát nem volt, nem, hát az édesanyja volt, hát én. És akkor lett egy olyan probléma nálunk, hogy a mama az anyósom lebetegedett. És 5 évignél tovább ápolni kellett itthon. Plusz a többi teher, ugye a gazdaság, igen, és akkor hát akkor a doktor úr megkérdezte, még a Toró doktor úr él, vagy itt van, nem, hogy él, bocsánat, hogy itt van Ajkán, és akkor ő tudta, hogy mi a probléma nálunk, és akkor nagyon sokat támogatott, segített bennünket, hogy hogyan legyen, meg mi legyen, és akkor fogadtunk melléje valakit, aki vigyázott rá, mert az Imre bácsi 3 szakra járt, én meg az óvodába 2-re. Egyik héten 6-ra mentem, másik néha héten... Néha találkoztak is, ugye? Hát, és akkor aki jött, az a kis asszunk, az vigyázott rá, de ezt meg kellett ugye fizetni. Mert az anyósom olyan beteg volt, hogy tudta, hogy itt hol van, és tudta, hogy családban van. És akkor mondtam a férjemnek, próbáljuk meg. Azt mondja, de hát én, hogy ő nem tud. Hát mondom, itt vagyok én is. És akkor... És mindemellé egyszer csak jött a közéleti
tevékenység, úgymond, tehát nem csak az itthoni gondokat vette a nyakába, addig, hanem úgy érezte, hogy másoknak is kéne addig adni. Nem mentem a nyugdíjas klubba, Addig még ugye nem. nem mentem a nyugdíjba. Az apu egy évvel előbb ment el, mint én. Ő akkor már mamára, az édesanyjára tudott itthon nagyjából vigyázni, míg én hazajöttem, és akkor, mikor itthon maradtunk, akkor ugye mikor összeházasodtunk, ő letette a harmonikát, és 30 évig nem vette fel. De jó ég. Addig nem vette fel, hanem egyszer hoztak ide kazettát a nyugdíjas klubosok, hogy nézzük meg a videó. Megnéztük, és az mondja, hát még én is tudnék zenélni. Azt akkor, de akkor már kiszáradt neki a harmonikája, aztán akkor, hát akkor vettünk újat neki, egy Hohnert, a Hohner fekete, meg volt, a Weitmeister az volt első, itt vannak, az, több, hát rengeteg érték van a szobájában. Ugyanúgy van minden, minkor elment. Elment, vette egy harmonikát, Szombathelyen a hangszerboltnál el volt, és akkor kipróbált, és úgy ment neki, mint régen. Mint a biciklizés, ugye? Hát, nem felejtett semmit. Nem felejtett semmit. És egy bánata volt neki, hogy egyik unoka se tud, egyik se zenél. És ő hol tanulta ezt? Ő csak magától. Ilyen mondjuk összehetség volt, mondhatjuk azt? Hát igen, hát az. Valamit meghallott, akkor sokszor figyeltem, hogy hogyan próbált, akkor én már nem, nekem azért hallásom az jó volt, de hallottam, hogy már megy neki. És akkor a bányász fuvorzenekarban volt a karnagy, a Jáger Pista bácsi, ahhoz járt ki egy évig, mikor még legény volt a szóval, mérem, mikor megismerkedtünk. Szolfés órákat. Igen, és akkor meg összeházasodtunk, akkor már zenekarban játszott utána már, úgyhogy azt akkor 30 évig abba hagyta. Nem tudom, miért hagyta abba, én miattam már mert. Egyik napról másikra. Ja, nem, amikor megnősült, lakodalomkor még a mám ott volt az helyette egy másik, aki muzsikált, és akkor utána már nem. És akkor mondom, 30 év után, mikor a kazettát látta, akkor jött meg neki a, vagy hát tudos. És nem beszélve erről az irodalomról, versmondással. Igen, na, abban hát, is tehetséges volt, ugye? Hát fantasztikus. Hát, ha csendben volt, bement, az ő szobája volt. Ha csendben volt, akkor tudtam, hogy vagy verset mond, vagy valamit csinál, akkor nem szóltam, hogy nem tudtam. Ha bementem, előbb lefeküdt, vagy valami hallottam, hogy valami suhogást, akkor is mondta a verset. Ha reggel fölkelt, mondom, akkor mit beszélgetsz? Azt mondja, jaj, mondom, bocsánat, nem szóltam be, mondom, akkor megint verset mondod. Azt mondja, hát legyek, azt mondja, készen. Minden verset készen volt. 15-ére a himnusz, a szózat, a Dunánál, a József Attila versek. Ezek fejből megvoltak. Megvoltak, ha valaki hívta, akkor tudta, hogy bárhova elment. És plusz a saját versek, ugye? Igen. Ez a nyugdíjas klub, ugye már 22 éve? 24 év. 24 év. Hogyan ment itt a nyugdíjasért, vagy milyen programokat találtak ki, hogy találták ki a programokat egyáltalán? Hát őszintén megmondom, én olyan programokat szerveztem, először is jó klubtagság kell. Persze kell hozzá. Ugye 46-an. Közönség. 46-an voltunk, abban volt a népi tánc, akkor abban az Imrének a szólói, a versei, akkor az egész világ, bejártuk az egész országot. Jáki templomtól, templomba énekeltünk, Abasáronon, Katonadalok fesztiválján ott voltunk, a Csipkán múzeumban, bejártuk az egész, Zánkán szerepeltünk a Balatonparton, nagyon, de nagyon jó. De mondom oda, először kellett egy csapat, aki még táncolni tudott, ugye, és nagyon szerettek öltözködni szépen mindenki, és olyanok voltak, hogy mire elmentünk, hát imádták. De viszont a zene nélkül nem ment volna semmi. Persze, és kellett, itt jött az itt Imre bácsi. Itt volt az apu, itt lépett be az képbe. Apu. Mondtam is, hogy bejött a zene, akkor ugye hívták klubosok nagyon, meg hát Toli Ándörök, Nagy Vázsony, a Balatonparton szerepeltek a Tóth Sanyival, az énekesivel. Úgyhogy, hogy is mondjam, hát nem tudom, hogy voltak. Hány, szóval rengeteg oklevele van. És itt helyben meg szervezték a különböző programokat, ugye? Hát ugye én meg voltam a szervező, de a titkára Jolika mellett. Igen.
És akkor a határidő naplóba nem győztem be a határidő naplókat, hogy ide menni, oda menni. Végén már Talián dörög, de Nagyvázsony, akkor Tüskeváron, akkor Jáki templomba, talán végig mentünk az egész Apáca-Tornai falunap. 11 szüreti felvonulást rendeztünk, 11-et. Itt helyben. A régi iskolában, után, ugye itt meg a közösségi ház 14 éve van, itt minden éve megvolt a szüreti búcsú, a gyermeknap, a minden. Minden jeles ünnep. Minden jeles, minden, hát, minden. Meg a kevésbé jelesekről is nyilván. Hát ugye az meg kellett szervezni, az anyagiakat meg kellett szerezni. Az önkormányzat támogatta? Jaj, de nagy. Mondja, hogy ismeri a polgármestert. Hát ismerem a polgármester urat. Kora óta, vagy mikor? Hát mikor a polgármester úr, ugye, itt visszajött Ajkára, akkor olyan problémánk volt, hogy az iskolába, a közösségi házba, rossz volt a fűtés, meg minden, és akkor egyszer a Bérci Katikával kijöttek a klubhoz, és akkor azt látta a polgármester úr, hogy hát a régi épület, ugye a Sanyi bácsi, a plébános úr megengedte, hogy ott Tomos lehet. Tomos Sanyi bácsi. És akkor mondta, hogy ha majd egyszer visszajön Ajkára, akkor nekünk majd lesz jó helyünk. Hát aztán végén nem lett jó helyünk, úgyhogy 3 évig nem is volt, ahol menjünk. És akkor... De aztán egyszerűen mégiscsak lett. Hát ugye mikor itt a posta bezárt, én akkor ugye bementem a polgármester Béla, hogy hát problém, vagy hát van egy jó hely Bódén, bezár a posta, az nekünk tökéletes lenne. Csak azt mondta a polgármester úr, hogy azt meg kell venni, mert a posta tulajdona. Hát mi tudomásul vettük, hogy hát akkor hol én nálam volt klubnap, hogy az Ilonkánál volt, vagy a 15 akkor, és meg tudtunk mindent oldani, mert annyi jó csapat volt. Igen. Nagyon jó csapat volt. Akkor ugye 48-as emlékparkot a klub csinálta. Teljesen állam csináltuk ezt, tehát egyedül. Úgyhogy is megszűnt a helyiség gondjuk, mert lett egy közösségi házuk. Ugye? Hát ugye lett, és akkor a polgármester úr azt mondta, Panni, ugye mentem minden hónapba be, majd fölveszik, nem, hadd szólja, hogy hát minden hónapban, vagy másfél hónapban ment, nincsen valami válaszak, a Tornavölgyi Ustván volt ott a főnök, és akkor mondta Pannika, és akkor segített úgy, hogy aztán mikor hát megvették, akkor lehívtak ide a ház a postához engemet, hogy mutatták a tervrajzot, hogy hát na Pannika azt mondja, megvan, és akkor elég szép összegért vették, ahogy hallottam, elég nagy ára volt. És akkor azt mondta a polgármester úr, hogy megvan a hely, csak ezt még meg is kell csinálni. Mondom, kitakarítsuk mi. Azt mondja, azt már nem lehet, úgy le volt lakva, hogy azt már nem lehet. Föl kell újítani. És akkor soha nem felejtem, mert május végén, június eljöttünk Ajkára a férjemmel a kocsival, és láttuk, hogy a Karika Rudinak a csapatja, a kömöveseknek ott álltak ott a postánál. Leintettek bennünket, aztán mondta meg, hogy hát, mondom, mi van, Rudi? Panni néni azt mondja, megkezdjük a közösségi háznak a hizét, azt mondja, az augusztus 26-ára készül el. Ez hányba volt? 14 éve. 14 augusztusban nyit, akkor. 15. éve most. Azt akkor, hát örömmel jöttünk haza. Na, hát akkor mondom, mi lesz? Mondom, itt van már június, két erős hónap. Hát mit teszünk bele, meg minden. Ezt de akkor hát, mint a karika csapás, ugye ez a... Hát aztán ment, mert aztán én fogtam magam, én is azt, meg hát a tagok is felajánlottak annyi, meg függőre, meg mindenre, úgyhogy aztán a Tornavölgyi úr figyelemmel kísérte a dolgokat, addig kijött, megnézte, hogyan állunk, amikor Rudék kivonultak. Hát aztán, mikor 4 vagy 5 nap, egy héttel előtte kijön a Tornavölgyi úr, és akkor bejeleztem nekik, hogy készen van a közösségi ház. Aztán egy Tornavölgyi úr kijött, és megállt az ajtóba, és azt mondta, hogy hát hogyan csinálták ezt, Panni? Ilyen rövid idő alatt, ugye? Hát ugye láttak az ablakon, függöny van, nem is akármilyen, akkor ugye butorokat vittünk. Ez így természetes volt akkor az összefogás, ugye? És akkor megvettük, ugye én vittem a hüttőt, 2 szekrényt, akkor a hivatalból megkaptuk az asztalokat, ami az étterem fönn volt az emeleten, a 6. az
ott volt ebédlő, és a Horváth József mondta, hogy hát menjünk föl, nézzük meg, hogy nem tudjuk megcsinálni, mert javítani kellett minden. Az asztalokat a hatodikról egyesével hozták le az emberek a lépcsőn, hatodikról. A székeket meg a liftbe kettesével. Úgyhogy mikor a augusztus 26-a átadás volt, akkor tökéletesen rendben volt minden. Az egy szombati nap volt? Igen, gondolom. És akkor volt megtart, egy kis ünnepség is? Akkor lett megtartva a búcsú, mert a polgármester úr azt mondta, hogy Szent minden... Szent István napi búcsúhoz? Hát, augusztus. Augusztus 20-a, igen. Ja, igen. Akkor azt mondta a polgármester úr, hogy minden évben meg kell tartani a háznak a búcsúját. Tehát ennek a háznak a búcsúja mindig augusztus 20-án volt. Akkor volt a gyermeknap. Házi ünnep akkor. Itt volt a gyerekeknek a légvár, a lövészet. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek, nem tudom szabad megemlíteni nevet. Minden szabad. Én nekem a legnagyobb segítséget ezekben a rendezvényekben, amiben ki kellett vonulni, a Péntek Vendel segített a sátorállításokban. Aki kiváló lövész is. És akkor természetes, bármit mond, csinál, itt voltak. De viszont amikor én mondtam én nekem, hogy például a lövészet lesz, vagy valami lesz, akkor akik meg kell vendégelni valakit, akkor számíthat-e rám? Aztán nem mondta, hogy mit, csak azt mondta 20 vagy 30 személyre. Akkor én megcsináltam. Szerették a lángost, a tolcsit, a palacsintát, valami. Én... Ezek is ilyen közadakozásban voltak, persze. Tehát az alapanyag, ugye? Ugye az saját anyagomból saját. Csináltam, hogy ő nekem segít, kihúzta a sátrat, összeállította, fősállított, mindent megcsináltak, és a kézkezet most. Szervezés. Mondom neki, nagyon sokat, és az ilyen dolgokban, a kulturális munkákban, meg a szervezésben, meg a bevezetésben a Ziegler Sándor, Sanyi bácsi, és a, Horváth Magda tanárnő, amit az Imrével ő... Akiben elhúnyt szegény. Igen, igen, meg elment, Pestre vitte országos versmondó versenyre, többször volt az Imre Pesten, akkor a harmonika szólóval, akkor ment az énekese vele, akkor ezt mind a Magda, és akkor Ajkán is szerepelt sokat az Imre, mert szóval... Ha egyszer felkérte a Magda, akkor mondta, kész vagyok, ebben Magda, ebben mehetek, már kész vagyok. Már minden, mondom minden, de készen volt az apu. Egy egész korszakot meghatároztak egyébként a működésükkel, lehet ezt mondani, mert én mikor Ajkára kerültem úgy 5 évvel ezelőtt, a tévéhezért az újsághoz, akkor csak kapkodtam a fejemet, hogy panilni itt, panilni ott, hogy ez nyilván nem volt véletlen, mert hát muszáj volt tudósítani arról, amit tetszettek tevékenykedni, mert nem volt az kevés. Tehát, hogy is mondjam, lehet, hogy mostanában már kevesebb, vagy kevesebb az lesz, az ilyen az élet, de egy időben egy egész korszakos kultúrmunkát végeztek, hát a szabad ezt mondani. Nagyon úgy, hogy második klub volt Ajkán a Nosztalgia. Először a Ziegler Sanyi bácsi csoportja volt, utána jöttünk mink. Volt nekem egyszer egy olyan... Volt nekünk egyszer egy olyan... akkor ismertek meg jobban engem Ajkán, mikor Ajkád a kaszinónál volt egy szegény Bécsi Jancsét, még akkor meg az Ékes úr, meg ezek ott voltak, és akkor hát, azt mondták, hogy két énekar menjen énekelni a kaszinó elejébe, sátor is volt, és akkor elmentünk énekelni. Hát mi nem érdekelt minket, hogy ki ilyen, meg stb. Hát a klubban a politikai mentes volt, ő elmehetett énekelni, mentünk, ahol hívtak bennünket. És akkor elmentünk énekelni, szépen felöltöztünk, és azt mondták, hogy aki szépen énekel 30 ezer forint, hárman voltunk, 30 ezer forintot kap. Hát mondom, ezek se profik, mi se vagyunk profik. Hát annyi volt, profibak leszünk, hogy az apu majd minket kísér. Gyakorlat viszont volt. Igen, gyakorlat volt, és akkor ugye hát bántott engemet, hogy ide jöttünk, ideg volt, tavasz volt, ott volt egy sátor, ott lehetett tenni süteményt, meg minden. Aztán ezek az asszonyok, mondom, gyerekek, most máma nagyon jól működjünk, mondom, mert Haszna lesz. Azt mondja, hogyan lennék, mondtak a klubtagjaink, még el voltak Kesteredben, volt ott egy hölgy a másikból, és akkor azt mondta, hát mit akartok ti? Azt mondja,
Hát aki majd szebben énekel, az kapja. Hát mondom neki, gyerekek, ne idegeskedjetek. Hát aztán én fogtam magamat, hogy hát nem volt szép dolog, de én aztán mondtam, aki a szervezőnek, mondom, uram, itt ez az énekkar egy se profi. Ez mind önelőből csinálja ez a dolgokat. Hát mink eljöttünk, mert szépen mi is készültünk. Hát szeretnénk, hát hogyha valami lenne. És akkor kijött egy uronnal a kaszinóba, aztán mondtam neki, hát nem igazságos. Aztán mondta, hogy miért, Fanni néni? Mondom azért, mert már mondtam az úrnak is, hogy ez nem így működik. És akkor a másik az föl csak mondta, hogy na gyerekek, bementek, kijöttek, mi voltunk ugye a harmadikak. Az Ébre bement ugye a harmonikával, a tavaszi szél, ugye tavasz volt, hűvös volt, nyílott a hóvirág. Pont. Akkor szép időszerű. Időszerű volt minden, szépen összeállítottuk, az apu bejátszotta, és akkor énekeltünk. Hát tökéletes volt, leállt volt vodba, de kis hiba, de azért nem. Jó, és rá akkor, voltak, és akkor, hogy most aztán azt, meg kell mutatni. Igen, aztán akkor, na, akkor az a hölgy, a másik figyelt bennünket minden, de én tudtam, biztos voltam benne, hogy nem merik azt csinálni, hogy egynek adják oda, amikor egyformák voltunk, és akkor, amikor hirdették ki az eredményt, akkor úgy döntöttek, nem is tudom, melyik úr volt kint, ott, akik bejelentette, mert ott ugye hárman voltak rendszervezők, és akkor mondta, hogy hát úgy dönt, zsűri úgy volt, hogy akkor az az igazságos, hogy mindig egyformán megkapja. Megosztva kapta. Ott kaptunk először 10 000 forintot, amiből a kékfestő ruhánkat, meg a kötént, meg mindent meg tudtuk venni. Jó helyre került akkor. Jó, úgyhogy mindent takarékosan elrendeztünk. Voltak még ilyen nagy élményei az életben? Hát is? Voltak. Abasáron katonadalok fesztiváljára voltunk. Az meg úgy jöttem, hogy láttam a tévébe az abasári énekesekkel katona. Az Imre bácsi. Ez a Mátrában van. Ott, hát a Gyöngyös arra fönn az énekes, és akkor... Boráról is híves. Mondtam a lányok, mondtam a gyerekeknek, hogy na most akkor a kékfestér katona ruhába kell elmennünk. Hoppá. Mindenki megvarratta a lányok katonakalapot, mellént, a fiúknak katonasapka. Ez már fél siker akkor. Hát mikor aztán ugye, egy sofőr vitt el bennünk, 2 napos út volt, aztán akkor, hogy hát hogyan lehet ezt, hát hogyan tudunk eljutni oda a vasárra. Aztán akkor az országos tudakozóból megkérdeztem, hogy hát hogy az abasári hivatalt szeretnék beszélni, és hozta is. Uh-huh. Aztán mondtam neki, hogy abból a tanár úrral szeretnék beszélni, aki a Katonadalok Fesztiválját szervezi. Semmi akadálya, mondja a kis hölgy ott a hivatalba, hát egy falu, egy ilyen falu hely. Aztán fölhívott, megadtam a telefonszámomat, és akkor azt mondta, hogy hát küldi a jelentkezési lapot. Hát jött is a jelentkezési lap egy héten belül, és akkor fel kellett ízni, hogy mivel megyünk. Milyen számokkal. Aha. Az Imre bácsinak már meg volt a magas szintetizátor, az a nagy teljesítményű. A katonadalokat úgy játszott, hogy minden. És akkor jött a busz, elindultunk, előtte gyakoroltunk, próbáltunk, minden tökéletes volt, és elindultunk a vasárra. És akkor odértünk a vasárra. Már rengeteg nép volt ott a faluba, minden házba sütötték a rétest, ha valaki ment az utcán, kapuba kínálták. Szóval még nem is értem én egy olyan embereket, mint ahogy ott éltek ezek. Soha nem látták az embereket, és ott az utcán az asszonyok mind szépen felült, ez a kínálták a terményt. Mondnám, hogy alföldi stílus, de hát ez már nem az alföld, ez már egy idő. És akkor ugye megkapta a levelünket, és akkor ugye, mikor mentünk fel a színpadra, én egy Somló környéki Jufar, ezért vittem a márkásabb bor. Jufarkot, és azt becsomagoltattam, és akkor fölmentünk, az Imre bácsi ott volt, akkor sorba álltunk, ugye, a nők katonakalapban, minden, tökéletes volt. És akkor... Fénykép nem készült? De van, ki van téve, meg itt is van, majd egyszer megkeresem, meg fogom mutatni, de a ki van téve a közösségi házba a tablóra. És akkor odaértünk, buszba fölölt, átöltöztünk, aztán a katona ruhába, ugye a nadrág az fekete volt, akkor fehér busz, katona mellény, meg katona kalap, hát azért jellemes volt, a katona ruha volt rajtunk.
Olyan élményem soha életemben nem is volt, nem azóta se. Amikor bevonultunk, tele volt a kultúrház, tele volt. Ott álltak ott egy másik, akik már lementek a színpadról, hát látták, azok nem voltak katona ruhában, mint mi. Elkapták, hát az nem tíz fillér volt. Na, azt össze kellett gyűjteni azt a ponzoroktól azt a pénzt, hogy én mit mentem. És akkor csingerbe varták meg a ruhánkat ott a tanulók, még a Kulics Jancsi segített abban nekem ott, hogy elkészítsék a ruhánkat. Bevonultunk, az Imre bácsi beütötte a ritmust, a másik csapat meg a túlsó színpadnak a túlsó felé volt, az a másik zene. Aztán amikor meglátták, hallották az apunak, és akkor bevonultunk, fölbentünk a színpadra, a tanárul nem volt sehol. Hát mondom, aztán úgy olyan mikrofon volt benne, szólt meg az udvaron nem is. Nem volt, aki bekonferálja az együttes. Aztán, de volt, csak hát azt nem tudták, hogy hol van a tanárul, már ott kött volna már lenni. Ja. És akkor úgy volt, hogy oda mentem a mikrofonhoz, és akkor bemutatkoztam, hogy honnan jöttünk, a Somlók Veszprém megyéből, a Somló hegy köz tövétől, Ajka bányászvárosnak a lakói vagyunk, és szeretettel jöttünk meghívásra. Csak nem tudom, a tanár úr hol van, hiányzik, és akkor hallom, ki mondja, futott be, itt vagyok, és akkor felfutott a színpadra. Aztán ugye volt nálam egy csokorvirág, az mellettem állt a lakatsanyi, aki ezeket a lányok, talán cigáncántot betanított, azt mondom, ezt majd neked oda a polgármester asszonynak. Én nálam meg ott volt az a bor, és akkor bejött, és akkor itt vagyok, futott be, és akkor mondom neki, megjöttünk a messziségből, mondom, és tessék elfogadni ezt az italt, mert állítólag ez a szépasszonyoknak a... Meg a nászészak. Nászészak a borra, mondom. Akkor nevetett, és akkor ott volt mellette a polgárasszony is, jött be a polgármester, amely megkapta a virágot, és akkor azt mondja, akkor sok sikert kívánok maguknak, hogy ilyen messziről eljöttek, és akkor az Imre elkedett, és vonultunk. Hát akkor, és amikor jöttünk le a színpadról, ugye jöttünk le, aztán fogták a kezünket, aranyos kájén maguk honnan jöttek. Annyira, akkora sikerünk volt. Igen. Hát éppen mondtam is, hogy lementünk, először nem is tértünk magunkhoz, mert hát énekeltünk a Jáki templomba, ott a németek tapsoltak bennünket. Ez azért más volt, ugye? Az más volt. Ez egy olyan helyen voltunk, ahol azóta se, meg előtte se voltunk. És akkor lementünk a buszhoz, ott meg úgy átöltöztek a lányok cigárruhába, és akkor visszavonultunk, és nem akartak bennünket beengedni, azt mondták, hogy cigányokkal nem fogadtak. Ajaj. Annyira tökéletes volt. Igen. Annyira, és ezek az alapító tagok közül ének még az Olgi, a Gizi, a Matil, akkor a Siposni, akkor azok, heten élünk azok közül, akik akkor ott föléptek, a hölgyek. A férfiak azok meg már talán nincs is. Napestig elhallgatnám Panini, de hát ugye minden véges sajnos, az élet is, mert az élet, időnk a is. De mondom, de nagyon sikerünk volt. Most a búcsú fellépését idézőjeben persze, hogyan tervezi, hogyan jelenti be, hogy hát átadna a stafétabotot hát másnak? Hát az igazság, hogy egészségileg meg úgy gondolom, hogy oda én már nem tudok elmenni, ahol az apuva voltam. És ha eliszik, hanem még oda se tudok bemenni, ahol ott volt. Hát érzelmi okai tudom, van. hol szokott ülni. Igen. Tudom, hogy ha lementünk, akkor segített, akkor mindig megvártam, még végzünk, akkor soha, addig nem jöttem el a házból, mindig, amíg nem volt, be nem csuktam az ajtót, és csak az menjen, akinek kocsija van. Mert kocsi nélkül nem lehet megélni. Szóval őt elküldhettem bárhova, bár mindent el tudott intézni. Én meg itt csináltam a közösségi házban az asszonyokkal a dolgokat. És megvan már a kiszemelt utódja, vagy? Hát itt most ugye a Nosztalgia Klub nagyon elfogyott, ugye hatan elmentek. Ugye az évben is kevesen vagyunk, de meg az az igazság, hogy most már nem egy, most már nem, van 2-3-at le kellene hozni,
az már nem akar jönni, hát kiöregedtek. Igen, és nincs utánpótlás? Hát nincs, hát Bódén nincs utánpótlás. Most alakul egy csapat, 60-62 évesek, amiben van az én fiam is, már az ő fiam, látta a fiam, hogy én mit tettünk le, és azt mondja, most ezt eldobni, azt mondja, hát folytatni kell, mondom, Imi, nem tudod te folytatni, mert az embereket nem, azt mondja, anyu, 32-án vagyunk. 32-án, 64, ezek a 60 születésűek. Hát az már is egy szép csapat, és nem? Akkor most meg akarnak alakulni majd a bódéi baráti kör alapon. Tehát tulajdonképpen ez lesz a jó utódja, mondhatjuk, a nosztalgia. El lesz utódja a nosztalgiának, igen. Mégis az a lényeg, hogy folytatódjon, mert hát időskorban nagyon fontos, hogy az ember ne veszítse el a kapcsolatait a külvilága, mert az sajnos a leépülés jelenti. De hát panélnit ezek szerint nem hagyják magára a barátai. Hát ugye akik a klubtagok, ugye van abban páran vagyunk, akik a régebbi, de viszont újakat nem lett, nem csak mi, hanem a másikat se. Ugye ahol megszűnik egy klub, ajkán ott elosszák egyik, több klub elosszanak, de én, itt nincs mit. A Karcsina, ahol nem tudom, a Horváth Karcsi képviselőnek, hogy hányan vannak, de ott se sokan vannak, ahogyan tudom, meg hát, hogy a táltosok itt próbálnak a közösségi házban minden hét végén vasárnap, Kulcs itt van nálam, és akkor hát ugye most a fűtéssel is probléma van, ugye most egy héten egyszer mehet, de hát most már három vagy negyedik csapat lesz, akkor ez a közösségi háznak a befogadó kézéje, hát nem tudom, hogy hogyan lesz. Igen, de feltételezem, hogy bárhogy is történik, tetszik támogatni a úgymond utódokat, tehát akik hát én, ha próbálnak én mondtam, szervezni én valamit. A gyereknek mondtam, hogy sajnálom az a belefektetett energiát, amit mi belefektettünk az apuval. Ezt nem kell sajnálni. Mert hát kell, csak az legyen, aki tovább viszi, és a Bódinak az érdekeit, ugye? Igen. Mert Bódin nincs más, semmi olyasmi, hogy... Ezt tartja a... De most már... Van, azt mondtam, a faluban, hát a település most, részben igen, hát nagyon. Amikor mi elkezdtük, ugye akkor nem volt, hogy semmi. Na ugye meg hát, hogy nekünk ugye a fő volt a Bulgárkert. A Bulgárkert, majdnem. Hát, azt nem felejtem el, mert ugye 22 jelenkezőt szedtem össze. 22-t. De akkor mondtam, akkor lemegyünk, mert fő van szántva már a föld. Igen, Kovács Tibor. Lementünk, igen, és akkor, hát a Kovács Tibor akkor még sehol nem volt. Ja, akkor nem is. Akkor, aztán akkor... Hát volt, nem sehol, de nem, de máshol volt, de aztán akkor úgy, hogy lementünk, és jöttek többen, és akkor ilyen kis gyermek, kis kapákat, ilyen izéket hoztak, hogy hát megnézik, milyen a föld. Hát ugye föl volt szántva, a bitumin, ugye, ami ott volt, ugye az följött. És amikor meglátták, hogy milyen munka van, hát akkor szépen elmaradtak, maradtunk öten. De viszont megmutattuk, hogy termeltünk három évente, emeltük a földet, ugye, nagyobb lett, és akkor hát belefáradtunk. Nagy munka volt ám az ott kipucolni azt a földet. Biztos is. És ugye, mikor a polgármester úrnak fővittük a terményt, mikor volt a búcsú, meg minden, és akkor ugye lefényképezték, meg minden, tévékén volt minden, és akkor nem a mi terményünket mutatták be, hanem egy idegennek a terményét. És akkor azt mondták az asszonyok, hogy hát, meg hát ugye a férfi, az apu egyedül locsolt, meg szóval lehetett volna ott nagyon szép terményt hozni, de utoljára már akkor a területünk volt, hogy háromszor akkora volt, mint elkezdtük. És akkor már az ember nem bírta. De a maga az termékeny talajba hullott, hiszen látjuk, mi van a Bulgárkertben, szépen fejlődik. Ugyan jöttek, ugye, jöttek, és én is, és én nagyon sajnáltam a Bulgárkertet, mert én még mindig abból a tökmagból vetek tököt, sütőtököt, amit onnan hoztam el, és mindig a legszebb sütőtökből kiszedem a magot, ami onnan való, és akkor én mindig folyamatosan itthol a gárbe vetem. Hát sok magot eltetszett vetni idézőjelben életében, tehát akadnak követői is, akadnak szimpatizánsai, és nagyon sok ember szeretettel gondol Pani nénire, és remélem, hogy ez még minél tovább így is lesz. Haragosom nincsen, szomszédaim nagyon jók,
telefonszámát mindenki megadta, hogyha valami probléma van, hogy minden nap jönnek a gyerek, hogy nikkel a boltból reggel, este csukódjak be. Ez hála Isten szellemileg úgy nem semmi probléma még egyelőre. Csak az a baj, hogy az embernek a térdem ugye az nagyon kikopott, tehát az véget, és én nem tudnám azt állátni, amit egy klubban van. És én nem akarok úgy elmenni, hogy én teljesen, hanem szépen olyan átadni olyan dolgokat, amit ha kérnek tőlem, mert hát rengeteg, hát apunak, nem tudom, mi lesz itt az apunak, ebben a több millió, 2-3 millió forint érték van a szobában neki. Hát ugye a gyönyörű, a Hohner harmonika, az nagyon drága volt, amit talán vett. A Városi Múzeum? Gondoltam, hogy leadom a zeneiskolának, vagy valami, hát lejátszó, adóvevő, chip mikrofon, akkor szinte, szóval rengeteg minden van, de és ugyanúgy van minden, ahogy volt. Maradt Imre bácsi után is valami, hát ápolja én azt. Tanácsom, vagy mondhatok valamit, nagyon, de nagyon nekem nehéz. Gondoljon rá szeretettel, és ne azt tessék sajnálni, hogy elmúlt, hanem örüljön annak, hogy ez megtörtént, megtörténhetett. Egyszerűen 62 év, vagy 61 év, az 71 év volt. Sokszor bemegyek hozzá, megmondom, hogy mit dolgoztam, mit csinálok, és akkor beszélek. Kicsit megnyugszok. Kijövök, nagyon szép volt a kertem a nyáron, tele volt virággal minden, most már minden le van ugye szedve. De hogy az ünnepek milyen nehezek, az ember nem tudja felfogni. Most jön a karácsony, szilveszter.